szép magyar települések, érdekes események. Hát, kedves nézőink, nagyon szép helyre, különleges tájra fogunk ellátogatni, és nem véletlenül megyünk, hiszen a túzok egy védett madár, s bizony mi találtunk olyan helyet, ahol szívesen költenek. Persze, hogy ezt a kedves települést, aminek a neve Váncsod, úgy tudjuk megismerni, hogy megkértük Szalai Csabát, hogy legyen a segítségünkre, mint Váncsod polgármester ura. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nagyon ritka az, amikor egy ilyen kis település országos nézettségű televízióban tud szerepelni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És akkor kezdjünk is ismerkedni. Hát Váncsod Budapesthez nincs közel, annál inkább a keleti határhoz. Kérem szépen, hogy egy kicsit mutassa be, hogy hol is van. Váncsod Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el, a Berettyóújfalui járásban, Debrecentől 50, Nagyvárattól 31, Berettyóújfalutól 18 kilométerre. Nekünk a világ közepe természetesen, ami nagyon fontos, hogy bekerültünk a világ vérkeringésébe. Tavaly szeptemberben átadták az M4-es autópályát, ami lehajtót jelent Váncsodnak, és lehetőséget nagyon sokat. Ez azt jelenti, hogy valójában jönnek is, használják is, akár a határon túlról, vagy akár Pestről nagyobb lett a forgalom? Igen, gyakorlatilag a pandémiától eltekintve is nőtt a forgalom, és nyilván sokkal nagyobb lesz most itt nálunk. Sokan letévednek még az autópályáról, és akkor nekünk ott egy picit szépnek kell lennünk, és ha már letévedt valaki, akkor kedvesnek is lenni hozzá. Ettől függetlenül felgyorsítja Váncsodnak a megismerését, és ahogy említettem, bekerültünk a vérkeringésbe, és nagyon szeretném kihasználni ezt a pozíciót, szeretnénk kihasználni. Hát már ez is ok arra, hogy a legszebb arcát mutassa Váncsod, és mi megismerhessük. Mit tudunk elmondani a tájról? Ez egy fennsík, vagy sík? Bihari sík, Alföldön vagyunk, a Bihari síknek az északi részén helyezkedik el, ami nagyon fontos, hogy egy 1100 hektáros ősgyep helyezkedik el a település határában, a túzoknak egy költőhelye, ami nagyon fontos. Nem fedezték még fel az emberek egyébként ezt a lehetőséget, azt kell még tudni, hogy Kishortobágy úgy hívják a település határában fekvő területet. Azért kapta ezt a nevet, mert az élővilága az a Hortobágyéval egyenértékű. Hát akkor az csodálatos lehet, gazdag, és főleg ritka, tehát gondolom védeni is kell. Le is védték ezt a területet? A Hortobágyi Nemzeti Parknak a része és természetvédelmi terület természetesen. 1986-tól természetvédelmi terület. Ó, na most mondta, hogy ősgyep. Mi nem biztos, hogy tudjuk, igaz, hogy mi is az az ősgyep. Hát nem olyan, mint egy golfpálya, de nagyon szép. Tehát akinek ez a táj a szívéhez nőtt, az annak nagyon kedves. Ez egy szikes, morotva roncsok, nem tudom, hogy mit jelent ez pontosan. Isszuk a szavait, majd elmondja. Tehát így néz ki a felszíne. A Kiskörös, illetve a Berettyó folyók határolják a területét, a közigazgatási területét a településnek, és vannak még kisebb erek, amik már nem működnek. Váncsod egyébként egy 1200 lakosú település. Nem is kicsi. Néha sok, néha kevés. 1234-en vagyunk pontosan, ez a szám nyilván változik. Nagyon népszerűek vagyunk a Romániából ingatlant vásárlók között. Igen. Elég szép számmal vannak most már olyan Romániából áttelepült, vagy ott ingatlant vásárolt lakók, akik egyébként nem is magyarok, tehát nem is magyar származásúak. Nagyon érdekes, hogy nagyon szépnek látják a települést. Uh-huh. És mi váncsodiak sokszor elfelejtjük ezt, hogy szépnek lássuk, ahol élünk, pedig valóban az. És ez mit jelent Váncsodnak? Egy kis bevétel, vagy hogy többen lakják? Mi az előnye annak, hogy most így kezdik felfedezni? Hát az ingatlan árak azok szépen emelkednek, ugye régen nagyon olcsón lehetett ingatlant vásárolni Váncsodon, most már ez nem igaz, úgyhogy van egy ilyen hatása is a dolognak, és természetesen a családtámogatási rendszerek is növelik az ingatlan árakat. Szép, nekem szép.
Na most akkor kíváncsiak vagyunk, hogy miből élnek, mert talán mezőgazdasági, de nem tudom, hogy a szikes talajon mit lehet csinálni. Igen, az aranykoronája a Váncsődi földnek az 18-20 fölött van, tehát azért nem egy csúcsminőségű a termőföld, de igen, ebből élnek. Több nagy gazda, itt nagyon sok kis gazda, aki gazdálkodik a Váncsődi termőföldeken. Aki nagyban csinálnak, tisztes megélhetést jelent, nagyon sok embernek adnak munkát a Váncsődi gazdák, és hát az önkormányzat is 23 hektáron gazdálkodik, és a közmunkaprogramban mezőgazdasági elemek vannak, és szeretnénk ebből a legtöbbet kihozni. De akkor tulajdonképpen úgy kell önre tekintsek, hogy egyrészt nagyon jó polgármesternek kell lennie, szereti az embereket, de hogy mondjam, szervez, rendez, és plusz még értenie kell mondjuk a földműveléshez? Hát mindenhez is. Ugye egy jó polgármester mindenhez is ért. A közmunkaprogram egyébként lehet szidni, én szeretem, illetve sokat ad a közmunkaprogram. A közmunkaprogramról annyit kell tudni, hogy annak idén a segély helyett vezette be azt a kormányzat, és az volt a cél, hogy visszavezesse az embereket a munkavilágába. Uh-huh. Ez azt gondolom, hogy sikerült is. Azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb olyan van, aki közmunkás tud lenni. Nagyon sokan elhelyezkedtek a elsődleges munkaerőpiacon. Tehát visszakapták az életkedvüket, rájöttek, hogy sok mindenre képesek, és akkor már elhelyezkednek így máshol. Így van. Illetve szeretnénk ezzel a pár tíz emberrel, aki itt dolgozik, most körülbelül 50-en vagyunk, megművelni ezt a földet, és nem mellék, és mindig el szoktam mondani, hogy ez nem egy átnevelő tábor, tehát érezzük is magunkat jól. Uh-huh. És mit termelnek? Klasszikus zöldségeket, burgonya, répa, tök, paradicsom, paprika, ilyeneket. Különleges növényekben nem gondolkodunk, azt gondolom, hogy ez kockázatot jelent. Ezekből szeretnénk. A jól beváltból, de abból minél többet. Igen. Ez azt jelenti, hogy esetleg föl is használják, mert nem tudom, hogy azt, most ugye mindenki azt mondja, hogy minél közelebb van a megtermelt zöldséggyümölcs, annál jobb, annál egészségesebb. Fel tudják dolgozni? A tököt félig feldolgozzuk, hogyha arról van szó, tehát sütőtökről van szó, illetve olajtököt. Egyébként nem, illetve a szociális étkeztetést használja, gondolom. Igen, oda beszállítunk a szociális étkeztetést szolgáltatóhoz, illetve egy részét kiosztjuk a faluban az embereknek. Ó, milyen rendesek. Érdemes Váncsodra költözni. Na nézzük meg akkor, hogy vajon hogy állunk a gyerekekkel. Az óvodánk az egy 50 férőhelyes óvoda, és az elmúlt időszakban a legtöbben vannak most óvodások, 37 óvodásunk van, nagyon örülünk neki. Az óvodát egyébként, mivel iskolánk sajnos már nincsen, az óvodát azt háromszor is fejlesztettük, és még mindig van tervben, hogy fejlesztünk rajta. Azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas óvodát tudunk adni Váncsodon a gyerekeknek és a szülőknek is. Ez látszik a gyerekeken is. És akkor hogy oldják meg az iskolát? Bejárnak valahova? Igen, iskolabuszok szállítják a járási központba, Berettyóújfaluba a diákokat, illetve Szentpéterszegen, illetve Gáborjánban vannak még diákjaink. Egy kicsit nézzük meg, hogy mi van a kultúrával. Tehát van iskola, illetve megoldják az iskolát. Mi van a művelődési házzal? 2010-ben én azt ígértem, hogy felrobbantjuk a kulturális életet, lehet, hogy ez nem volt egy jó szó, minden esetre szeretnénk nagyon sokat adni a közösségnek. Amikor én gyerek voltam Váncsodon, akkor a kultúrház az mindig megtelt, minden egyes ünnepünket nagyon színvonalasan és nagyon, nagyon nagy érdeklődésre számot tartva tarthattuk meg. Most egy kicsit nehezebb, az emberek egy picit fásultabbak, és ugye a vírus sem tett jót ennek a közösségi szemléletnek, de szeretnénk minden ünnepünket alaposan megülni. Március 15 nőnap, egy pici augusztus 20-ai koszorúzás, és van nekünk egy őszköszöntő fesztiválunk. 2010-ben indult el ez a sorozat, ez egy falunap. Uh-huh. Ilyenkor megmozgatunk mindenkit. Kezdünk reggel horgászversennyel, főzőversennyel, és azt gondolom, hogy mindenki oda teszi magát, és mindenki szeretne szerepelni a főzőversenyen is, és természetesen jól érezni magát, és ez sikerül is. Ez azt jelenti, hogy remek horgászhely van Váncsodon?
Talán túlzás, van egy pici horgásztavunk, azt most meg tudtuk duplázni egy záportározóval. Viszonylag kicsi, tehát nincs egy hektár sem a vízfelület, viszont aki horgászik, az élvezi, mert van benne hal. Nem ez a kevés. Fontos. És akkor gondolom, hogy ott aztán van közös főzés utána meg? Igen, így szokott lenni. És ha már az ősznél tartunk, van-e szüret például? Sajnos nincsen. Volt Váncsodon egy szőlőskert nevű kertrész, egy zárt kerti rész. Nagyon sokan termesztettek egyébként szőlőt. Ez sajnos kihaló félben van. Nagyon kevesen vannak már, akik szőlővel foglalkoznak. Sajnos ezt nem tudtuk feléleszteni, tehát ez egy nagy hiány. Hát az egyik sikerül, a másik meg nem biztosan, bár látom, hogy viszont nagyon finom pálinkát látok. Ez is onnan, Váncsodi? Igen. Egy kicsit rám tapadt ez a pálinkázás, nem iszok ennyit, de nagyon büszke vagyok a pálinkáimra, és az természetesen ez Váncsodi szilvából készült, az úgynevezett fosószilva, így mondják, vagy fosók, egyébként vadringló a megnevezése. Ez a szilvafajta, ez egy pici apró szemű, sárga vagy vörös, nagyon édes egyébként. Az árokparton, a körös parton, tehát ez vadringló, hogy a nevében is benne van, megterem nagyon sok helyen. És nagyon jó. Szerintem nagyon jó pálinka. Be kell gyűjteni tulajdonképpen, és aztán nem mindegy, hogy párolódik. Igen. A cefrézés az a lelke. Mit jelent a cefrézés? Hadd tanuljunk. A cefrézés azt jelenti, hogy a gyümölcsöt, és nem a kidobandó gyümölcsöt, hanem a érett vagy a túlérett gyümölcsöt, azt megfelelő módon kezeljük, tároljuk, és a megfelelő időben érkezünk el vele a főzdébe, a pálinka főzdébe. Akkor ezek szerint egész évre vannak bizonyos események, amire készülni kell. Vannak-e hagyományőrző csoportok, akik nyilván ilyenkor fölléphetnek? Van nekünk egy Fehér Akác népdalkörünk, én még mindig úgy beszélek róluk, hogy van nekünk, most szünetelnek, és ennyit engedtem meg nekik, hogy szüneteljenek, és nagyon szeretném, hogyha újra összejönnének. Ez folklór, és ez nagyon fontos, hogy egy picit a hagyományainkat tovább vigyük. Van egy csiga csináló versenyünk, ami egy azt gondolom, hogy tájjellegű dolog. Tehát csiga tésztát csinálnak, és a szomszédos településekről eljönnek a versenyzők. Hál' Istennek elég sok fiatal is van, nagymama, unoka, fiatal is eljön hozzánk, és akkor megmérkőznek, és levesbe való csigatésztát készítenek. Mert bizony sajnos sok mai gyerek már se tudja, mi az, hogy csigatészta. Ez egy nagyon hasznos hagyományőrzés, hiszen a kisgyerekek együtt tanulják meg a múltat. Igen. Ez nagyon-nagyon kedves. Tánccsoport vagy tájház, mi van még? Tánccsoportunk az van kettő, az egyik szintén szünetel. Jó, hát a pandémia alatt azért elég nehéz ilyen együtteseket életben tartani. Igen, én nagyon remélem, hogy ahogy elmúlik a vírus, úgy megjön a kedv, és újra láthatjuk őket színpadon. Tavaly nem tudtuk sajnos megrendezni az őszköszöntő fesztiválunkat. Még mindig kérdéses, de nagyon szeretnénk idén megrendezni, és az szerintem kiéhezett már rá mindenki, nagyon jó lesz. Biztos vagyok benne, és úgy tudom, hogy van még egy jellegzetesség, amit szintén fel szeretnének éleszteni, a paprikás krumpli. Igen, annak idején volt ez is a kulturális életnek egy kicsit felpesdítése. Mindenhol van csülökfesztivál, meg mindenféle csodafesztivál, és én azt mondtam, hogy legyen egy paprikás rumpli főző fesztivál. Az egy dolog, hogy az én kedvencem a paprikás rumpli, de a paprikás rumpli az, amit mindenki el tud készíteni, elrontani nem lehet, és akkor teszünk mellé egy kis folklort, kultúrát, és akkor lesz egy második falunapunk. Ezt is szeretnénk újraéleszteni. Hát ez nagyon-nagyon jó dolog. És ki ne szeretné a paprikás krumplit? Az már aztán nagyobb érdekesség, hogy a sok versenyző majd hogy fog dönteni, mivel ízesít, mit tesz mellé. Csak nem tud paprikás krumplit főzni. Hát, ahogy említettem, azt nem lehet elrontani, bármikor kiállok. Mióta polgármester? 10 éve, 2010 óta pontosan, 11. éve. Hát akkor abban már egy kicsit bele is lehet fáradni, főleg nem tudom, hogy milyen terveik vannak, pályáztak-e? Minden pályázatot szeretnénk megfogni, ugye fejleszteni önerőből nem igazán tudunk. A település az
geopolitikailag egy komplex programmal fejlesztendő vagy hátrányos helyzetű települést. Az azt jelenti, hogy a helyi adók azok nagyon kevesek, ebből lehetne fejleszteni. Előrefele szeretnénk menni, és a önkormányzatnak most, hogy az autópálya lehajtó nagyon közel van hozzánk, szeretnénk iparterületet kialakítani, és szeretnénk így munkahelyeket teremteni. Azt gondolom, hogy ehhez minden adott. És van is, várnak ilyen pályázatot? Van ilyen kiírás most ipari parkokra? Most éppen nincsen, volt és lesz. Tehát ezt várjuk, hogy legyen kiírás. Ez egy több százmillió fontos beruházás. Az infrastruktúrát kell kialakítanunk a meglévő területeken, és onnantól kezdve felértékelődnek ezek a területek. Most heti rendszerességgel keresnek befektetők, akik szeretnének ott ingatlant vásárolni. Hát igen, aki először kapja, az jár jól. Én azt hiszem, hogy az út is, meg az ipari park is biztos, hogy fellendülést fog hozni. Bár ahogy látom, így is nagyon pesgő az élet Váncsodon. Remélem, hogy ezt más is így látja. Ahogy mondtam, szeretném megülni az ünnepeinket, és szeretném, hogyha komfortos és élhető lenne ez a település. Még egyet, hiszen a túzokokról kezdtük a beszélgetést, hogy mit jelent ez a turizmus szempontjából, lehet-e, vagy ki van-e már alakítva, esetleg tanösvény, nem tudom. A tanösvény az valóban megfordult a fejünkben is. Pontosan az, tehát ezt az élővilágot, ezt be kell, hogy mutassuk. Ezt bűn lenne nem megmutatni másnak is. Beszéltem már egyébként szakemberekkel, tehát szeretnénk összeállítani egy utat, egy tanösvényt, ahol körbe tudjuk járni, és meg tudjuk nézni ezeket az állatokat a természetes élőhelyüken is. Hát én azt hiszem, hogy pontosan ezekért lesz érdemes ellátogatni Váncsodra. Most már csak nyílik az életünk, lehet egy kicsit utazgatni, a nyáron biztos, az őszt meg majd meglátjuk. Úgyhogy kedves polgármester úr, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és ha lehetne, mondanám, hogy erre iszunk, de biztos, hogy meg fogjuk próbálni ezt a kis ringló pálinkát, ha szabad így nevezni. Igen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mindenkit szeretettel várunk Váncsodra.